Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció mai sajtótájékoztatóján. Bár a kormányzati és nem szeretne tudomást venni róla, most már sokokból tűnik biztosnak, hogy a jelenlegi konstrukcióban nem épül meg Paks 2. Nem elég, hogy a paksi beruházást hitelező orosz bank unió szankciók alá került, nem elég, hogy a rosszatommal kapcsolatos szankciókat a Fidesz is megszavazta az Európai Parlamentben, a paksi fejlesztésekhez nyugati alkatrészek is kellenek. Konkrétan a GE szállítaná az erőmű turbináját, a Siemens pedig az erőmű rendszer irányításáért felelne, de ez azzal a rosszatommal kellene együttműködniük, amely újabb lehetséges szankciók keresztüzében áll. A demokratikus koalíció szerint megbukott a kormány elmúlt 12 évének legnagyobb terve, a Paks 2-ről szóló orosz beruházás. Nyilvánvaló, hogy a kormány jelenlegi egyetlen célja, hogy legalább a választásig eltitkolja a bukást, és úgy tegye, mintha Paks 2-vel minden a legnagyobb rendben lenne. Ez azonban hazugság. A kormány nem fog tudni atomerőművet építetni az oroszokkal, ideje lenne ezt beismernie. A DK egyúttal arra is felszólítja a kormányt, hogy mostantól egyetlen forintot se költsön a paksi beruházás előkészítésére, ne adjon pénzt a fideszes oligarcháknak paks 2-re hivatkozva, hiszen az eddigi konstrukcióban ez biztosan nem fog megépülni. Az a tény, hogy a Rosszatom által tervezett Paks 2 nem tud megvalósulni nyugati alkatrészek nélkül, arra is rávilágít, hogy nem csak a putyini Oroszországgal lehet atomerőművet építetni, sőt, velük nem is lehet. Már pedig akár napokon belül előállhat az a helyzet, hogy akár a GE, akár a Siemens bejelenti a szankciók értelmében nem tud együttműködni a Rosszatommal, és nem tudnak sem rendszerirányítási, sem turbinát szállítani a Paksi reaktorhoz. A demokratikus koalíció szerint nyilvánvaló, hogy a kormány jelenlegi egyetlen célja, hogy legalább a választásig eltitkolja a Paks 2 beruházás bukását, és úgy tegyen, mintha minden a legnagyobb rendben lenne a beruházással. Ez azonban hazugság. Ideje lenne a kormány végre beismerni, Paks 2 a jelenlegi formájában megbukott. A DK egyúttal arra is felszólítja a kormányt, hogy mostantól egyetlen forintot se költsön a paksi beruházás előkészítésére, nagyon pénzt Fideszes oligarcháknak Paks 2-re hivatkozva, hiszen az eddigi konstrukcióban ez bizonyosan nem fog megőpülni, ezt pedig a kormány és Orbán Viktor is pontosan tudja.